Tizenhetedik fejezet Azt hiszem, azon a héten Londonban Howard könnyedén elköltött és szétosztogatott vagy ezer fontot, sőt, talán még sokkal többet is. Szinte már kétségbe esetten azon volt, hogy én jól érezzem magamat, és folyton megkérdezte, Ugye élvezed az utazást szívem, ugye? Igen. Mondd, hogy jól érzed magad. Így nekem muszáj volt folyton igent mondanom. De tulajdonképpen mit is kezdhetne az ember a pénzzel egy bizonyos összegen túl? Egyik másik látnivaló Londonban, amit mi is megnéztünk, mint a National Gallery, a Tower, meg a Westminster apátság, nem is kerül semmibe. Az ember csak bizonyos mennyiséget képes megenni és meginni, és egy alkalommal azon a héten nagyon beteg is lettem. Valami nagyon flancos helyen vacsoráztunk is, 1952-es vagy 53-as burgundit ittunk, már elfelejtettem, hogy melyiket, de Howard azt mondta, mind a kettő jó évjárat. Az én vacsorám hatalmas szinte már óriási sertés volt, sűrű, nehéz, majdnem fekete szószal leöntve dinsztelt zeller és szalma krumpli körítéssel. Nagyon finom volt, de az éjszaka közepén arról kezdtem álmodni, hogy rosszul vagyok. Aztán fölébredtem, kirohantam a fürdőszobába, mert tényleg hánynom kellett. Howard nagyon kedves és figyelmes volt, de kicsit mintha nyugtalanul mondta volna, hogy jaj nekem, jaj nekem, azt akartam, hogy igazán jól érezd magad, de csak annyit értem el, hogy beteg lettél. Ez többször is elismételte. Ugyan? Mondtam én. Hagyd el! Visszabújtam az ágyba, és könnyen elaludtam, mert egészen elkábított a sok ital, amit meg kellett innunk, és teljesen kivoltam nyúlva. Reggel csak tízkor ébredtem, és iszonyatosan éreztem magamat, de akkor felhozták a kávét, és attól egy kicsit jobban lettem. Hát ilyen az, ha az ember feléli a pénzét. Howard azon a délelőttön egyedül ment el, Engem a szállodában hagyott, hadd lustálkodjam a gyönyörű új fésülködő köpenyemben. De amikor visszajött, kicsit morcosnak látszott, így aztán megkérdeztem. Mi bajod? Semmi, mondta. Ugye, mondd csak meg, látom, hogy valami nem stimmel. Minden pénzet feltetted egy lóra, és nem jött be? Nem, mondta Howard. Bevittek a rendőrök, ennyi az egész. Tudod, ma reggel elmentem, megpróbáltam jót cselekedni, és úgy látszik, senki nem akarja, hogy egy kis jót cselekedjek vele. Nagy zavarban volt, és meg is volt bántva. Elmentem. Vittem magammal öt fontos bankjegyeket, és étosztogattam a szegények közt. – Hogy mit csináltál? – kérdeztem. – Öt fontosokat adtam London szegényeinek, amit én kegyes és jótékony cselekedetnek tartok. – Ez nem lehet igaz – mondtam és ezt többször megismételtem. Aztán honnan tudod, hogy kik a szegények? Csak ugyan fantasztikus volt, hogy miket tudott művelni Howard. Nem ismert határt. Egyszerűen nem ismert határt. Manapság már nincsenek szegények, mondtam. Úgy értem azóta, hogy mindenkinek jól megy, hiszen éppen ez okozza a bajokat, nem? Mint abban a darabban is, amit láttunk. Biztosan sok ember van, akinek pénzre van szüksége, mondta Howard. Végül is érthető, hiszen az újságok is tele vannak cikkekkel az elszegényedett arisztokrata hölgyekről meg a menekültekről. Én meg nem látom be, miért kéne valami szervezetnek adnom a pénzt, ami az egészet elnyeli, mert abból fizeti a titkárnőket, stb. Úgy gondoltam, az a legjobb, ha úgy osztogatom szét a pénzt, ahogy régen, személyesen azoknak, akiket az utcán látni, és akiknek szükségük van rá. Jaj, Howard, mondtam. És mit csináltál? Csak ennyit, mondta Howard. Mentem az utcán, és ennek is, annak is adtam öt fontot. Az egyik azt mondta, megbolondultam, a másik meg, hogy szégyelhetném magamat, amiért hamis pénzt osztogatok. Aztán láttam valakit, úgy nézett ki, mint egy elszegényedett arisztokrata hölgy. – Az milyen? – kérdeztem. – Hát – mondta Howard – Idősebb hölgy, aki valamikor jobb napokat látott, és volt egy csomó cselédje, de most már nincs, és nélkülük kell boldogulnia. Arról lehet felismerni őket, hogy milyen ruhát viselnek. Nagyon régi, elegáns ruhákat, meg arról, ahogy beszélnek. Előkelő hanglejtéssel. Na mindegy, Szóval láttam egy ilyet, vagyis én azt gondoltam, hogy az. Egy Sörri nevi utcában, az bank ment közelében. Oda mentem hozzá, és mondtam, hogy tessék egy kis adomány. Azzal megpróbáltam öt fontot adni neki. De sikítani kezdett, hogy zaklatják, megsérték, stb. És aztán jött egy rendőr, is megkérdezte, mi folyik itt? Bevittek az őrszobára. Megpróbáltam megmagyarázni, mire azt mondták, Okosabban teszi, ha vigyáz. Aztán megkérdezték, hol lakom, én mondtam, hogy itt ebben a szállodában, és akkor azt hitték, viccelni próbálok. Így az egyik ide telefonált, hogy megtudja, lakik-e itt egy Mr. Shirley, és persze mondták, hogy igen. Aztán úgy látszott, azt hiszik, valami csendes, őrültel van dolguk, és figyelmeztettek, hogy ne próbáljak jótékonykodni de nem mondtak nemet, amikor adtam száz fontot az ő jótékonysági alapjuknak, vagy akárminek is hívják. Ezek után másképp beszéltek. Igen, Mr. Shirley. Meg nagyon köszönjük, uram. De észrevettem, hogy az őrmester a lámpa elé tartja az egyik öt fontost, hogy ellenőrizze valódi-e. Rohadt banda, mondta Howard undorodva. Nos, ezek után úgy éreztem, hogy Howardot nem szabad egyedül elengedni. Így elhatároztam, hogy többi semmi olyat nem eszem, amitől rosszul leszek, és ágyban kell maradnom. Egyébként a hét majdnem véget ért, mert két nappal később New Yorkba kellett repülnünk, hogy megkezdjük az igazi nyaralást. Az volt az érzésem, hogy nem fogom nagyon élvezni, de egészében véve igen csak furcsa helyzetbe keveredtem amikor eszembe jutott is kis otthonunk, Bradcasterben, mindig magam előtt láttam Red West glass amint a nappali asztalánál dolgozik, és mielőtt rájöttem volna, hogy mit teszek, már a kandalló előtti szőnyegen feküdtem bele, És ez aztán igazán nem való. Olyan elveszett formának éreztem magamat. Gondoltam, nincs más hátra, tovább kell mennem, és reménykednem, hogy elmúlik, mert igazából ez csak valami fizikai dolog elköltjük vagy elosztjuk az egész pénzt, és akkor én szívesen eladom a nercemet is, ha biztos lehetek abban, hogy megkapom, amit akarok, nevezetesen azt, hogy visszakerüljünk oda, ahonnan indultunk. Én a Hastings Ródi élelmiszer áruházba, hávárd meg valami állásba is, csak mi ketten lennénk. Boldogan élnénk, és csak annyira tenne, hogy tartsunk egy üveg ciprusi serrét a tálalóban. De muszáj volt mindig oda kiukadnom, hogy a dolgok megváltoztak, és a dolgok mindig megváltoznak, nem lehet őket megállítani, és az embernek muszáj tovább mennie. Mindig csak tovább. Így hát tovább mentünk, amíg véget nem ért a látogatásunk ebben a nagyon flancos szállodában, ami az egyik londoni parkra nézett. Howard készpénzben fizette ki a számlát, nem csekkel, és rettenetes volt látni azt a sok ropogós bankót, olyan érzésem támad, hogy ha nem vigyáznak, az emberek mind lerészegetnek a pénztől. Howard gyűrött és új bankókat osztogatott szét a pincéreknek és cipőpucoló fiúknak, portásoknak és mindenkinek, sőt, megpróbált az egyik vendégnek is adni egy fontot, de ez a vendég, amint a recepciós mondta, szőr valaki volt és nagyon híres, de volt neki humora is, és rendesen viselkedett mondván, hogy minnyáján tévedhetünk, nem úgy, mint az az áldítólagos arisztokrata hölgy, aki miatt Howard bajba került. Így aztán taxival elmentünk az Air Terminálnak nevezett helyre, körülöttünk valamennyi disznóbőr kofferünk, és Howard úgy rapogott a dollároktól, uticsekkektől, meg hasonlóktól, akár egy szelet roston sült. Elindultunk Amerikába, megjátszva a marhanyugisat bár csak láthatott volna minket, Mr. Slessor, engem, Lady Janet shirley amint megy Amerikába. Janet Glass. Be kellett ismernem, hogy így kevésbé jól hangzik. Báló báru, báru, pido pó, pido pido. 18. fejezet Egyre mulatságosabbnak éreztem, hogy az egyetlen új és izgalmas dolog, amely abból származott, hogy Howard meggazdagodott, Redvers Glass volt, és ő is azért lépett az életembe, mert Howard elosztogatta a pénzét. Bár persze mielőtt elosztogatta, meg is kellett szereznie. Miközben az éjszaka közepén New York felé repültünk, eldöntöttem, hogy mostantól fogva elfelejtem Redet, és elhatároztam, hogy Howard mellett maradok. Aki végül is a férjem, és minden tőletelhetőt elkövet annak érdekében, hogy olyan fajta életet nyújtson nekem, amiért szerinte én akarok magamnak. Bár az, hogy repültünk a szörnyűséges kemény hideg felé, igazán furcsa módja annak, hogy nekem jobb életet teremtsen. Persze a gépen finom meleg volt, és a repülés valóban új élmény volt a számomra amerikai repülőgépen mentünk, de ez csak a Stuartes egyenruhájának a szabásából lehetett tudni. Nagyon jól állt a sötét hajú, csinos, magas lánynak, aki egyébként angol volt, nem pedig amerikai. A gépen amerikai kosztot adtak, sonkát, ami valami szirupférében főhetett, meg fagylaltott almás pitével, és a pite ropogós tészta része tényleg ropogott. És a kávé is nagyon ízlett, és én valóban élveztem a repülést. De aztán leszálltunk az Ágövájt repülőtéren, ami New York repülőtere, és amikor kiszálltunk a gépből, iszonyú hideg volt, és engem nagyon elfogott a honvágy. Sokáig kellett várnunk, amíg a csomagjaink átjutottak a vámon. Aztán beültünk valahová, ahol nagy hőség volt. Kávét ittunk, majd bementünk magába New Yorkba. Mindketten nagyon elveszettnek éreztük magunkat. Nem ismertünk senkit, és ahogy kinéztem a busz ablakán, egy kicsit meglepődtem, amikor láttam, hogy New York mégsem csupa felhőkarcoló. Házakat láttam, egyik másik nagyon kopott volt, és az út egy része nyomor negyedeken haladt át. Mivel tudtam, hogy Amerika az új világ, furcsának találtam, hogy ilyen rövid idő alatt is oda kerülhetett ez a nyomor negyed. Aztán bementünk egy hosszú alagútba, ahol nagyon homályosan világítottak a lámpák, és amikor kijöttünk, megláttuk New Yorknak azt a részét, ahol a felhőkarcolók karcolók vannak. manhattan -t. mert úgy hívják. Meg kell mondjam, hogy csak ugyan lélegzett elállító látvány volt. Azok az épületek egyszerűen az égig nyúlnak, egy kicsit még Howardot is lenyűgözték. Az ő fényképező agya pontosan tudta, hány emelet is van ezekben az épületekben, de soha nem látta őket igaziban pedig óriási a különbség a között, hogy tudni vagy látni. Persze valamennyien láttuk már Amerikát a filmeken, meg a tévében, de van valami, amit ilyen módon nem lehet megismerni. És ez a szag. New Yorknak egész más szaga volt, mint Londonnak. A levegőt olyan jeges csípős illat töltötte be, és mintha kevésbé lehetett volna azt a szagot érezni, hogy emberek halnak meg. Nem tudom pontosan megmagyarázni, mire gondolok. De az ember egy angol városban, még ha nem is akarja, úgy érzi, hogy milliók haltak meg, pusztultak el benne a korszakok során, és a kísérteteik, mintha ide-oda lebegnének és ettől minden kisé nyomasztó, meg valahogy súlyos lesz, de itt, New Yorkban nem támadt ilyen érzésem. Egy másik különbség a film és a valóság között, az emberekből adódik. Láttam egy embert az utcán, aki nagyon hangosan, visszataszítóan krákogott, és ilyet a filmeken sose látni. De ahogyan az emberek beszéltek, az majdnem egészen olyan volt, mint vártam. Bár New Yorkban mindenki, a taxisofőr, az eladók, az üzletekben és így tovább, sokkal közvetlenebbek, mint hittem. Soha nem mondják azt, hogy Uram, csak mindig azt, hogy haver, pajtás, és így tovább. A repülőtéri buszvégállomásánál taxiba ültünk. Sárga teteje volt, mint a filmeken, és a sofőr nevét kiírták egy kis táblára. John Menkovicnak vagy valami ilyesminek hívták, és megkérdezte, hová? Szerintem igen, csak faragatlanul. Howard meg azt mondta, a Ritz Astoria Waldorfba. Joe Mankovic pedig Oké, okay. olyan keserű folytott hangon beszélt, mintha nem akarna odavinni bennünket, de ha nem engedelmeskedik, Howard még képes és megkínozza a feleségét, vagy figyelmeztetésképpen postán küldi el neki a gyerekei újját. Egész elképedtem. Bár persze nem kellett volna, amikor láttam, hogy bánik Howard ezzel az új pénzzel, dollárokkal, centekkel, tízesekkel és ötösökkel, Mintha egész életében ezt csinálta volna, de később eszembe jutott, hogy biztosan elképzelte, hogyan fizet majd a New Yorki taxisofőröknek, aztán hagyta, hogy az agya lefényképezze a jelenetet. A Ritz Astoria Waldorf, ha jó sorrendben mondom, már pedig ez nem biztos, nagyobb volt, mint az a szálloda, amelyikben Londonban laktunk. Igazi felhőkarcoló, a recepciósok gyorsan pattogva intézkedtek, és nem mondták, hogy haver vagy pajtás, hanem azt, hogy uram. Éppen olyan volt, mint odahaza. A szállodai személyzet tagjai közt sok volt a külföldi, mind rosszul, idegenes kiejtéssel beszéltek angolul. Egy férfi, aki gondolom a szállodai étterem főpincére lehetett, kijött, hogy pénzt váltson, vagy mit tudom én, a pénztárosnál. És nyilvánvalóan olasz volt, mert hallottam, hogy valami olyasmit mond, hogy porkó vagy sporkó, és nagyon dühöngött valami vagy valaki miatt. Liften vittek fel bennünket, meg egy másik embert, aki levette a kalapját, mert hogy hölgy jelenlétében volt, vagyis hogy az enyémben. És megint valami, ami a filmekből nem szokott kiderülni, hogy az embereknek az Egyesült Államokban is lehet pattanásuk vagy mit miteszerűk éppen úgy, mint Angliában, mert ennek az embernek, aki levette a kalapját, volt egy-két nagyon csúf pattanás a nyakán. A fiú, aki felvitt bennünket a liften, olyan magasra vitt, hogy már azt hittem, soha nem állunk meg. Valóságos utazás volt. De aztán megálltunk, egész magasan a felhőkben, és a lakosztályunkból, amely kicsit hasonlított a londonihoz, egész menhettent lehetett látni és a látvány csak ugyan lélegzetelállító volt. Menhetten tulajdonképpen sziget, és hogy úgy mondjam, nem fejlődhet vízszintesen, hát muszáj neki felfelé terjeszkednie. Bámultuk ezeket a roppant magas épületeket, és muszáj volt csodálkozni, hogyan tudnak megállni a lábukon és a messzeségben. Azt is látni lehetett, amint a szabadság szobor magasra tartja a fákjáját, és a feje körül egy csomó tövis van de a fiú, aki felvitt bennünket, azt mondta, tulajdonképpen a Radio City-be kell elmennünk az rca kilátó tetejére, ami 64 emelet magasan van, mert az aztán csak ugyan fantasztikus. Howard adott neki egy dollárt, azzal megint csak magunkra maradtunk abban a mesés lakosztályban. Volt Frigider, meg tévé is, és én bekapcsoltam. Bár még reggel volt, már adtak műsort, meg reklámokat, úgyhogy kicsikét olyan volt, mintha otthon lennék, mert az ITV-re emlékeztetett. Aztán eszembe jutott, hogy mindez, ami körülvesz bennünket, maga az új világ. És Anglia is ilyen akar lenni, és nem tudni miért, de ettől elszomorodtam, és egy kicsit sírni kezdtem. – Ugyan már, Szívi! – mondta Howard, pont úgy, mint egy amerikai, és átölelt. Tudom, hogy magányos vagy és honvágyad van, de végül is együtt vagyunk, kettesben, és csak ez számít, igaz? Amikor így átölelt és megcsókolta a fülemet, olyasmit éreztem, amit nem hittem, hogy a kapcsolatban valaha is képes leszek érezni. Szóval, úgy éreztem, mintha nagyon nyomtak, vagy folytogattak volna. Így hát azt mondtam, tulajdonképpen semmi bajom. Aztán meg, hű, de meleg van. Tényleg meleg volt, és az ablakokat nem lehetett kinyitni. És még aznap meg is fáztam, mert a hőségből a hidegre kerültem, majd vissza, amit nem is tartottam egészségesnek. De New York egészen érdekes volt, és megnéztünk mindent, amit már a filmekről ismertünk, például a Broadway-t, a Harlem-et, a Madison Square-t, meg a Fifth Avenue-t is. Mint már mondtam, a valóság főleg annyiban tért el a filmektől, hogy a valóságnak szaga volt, és hogy a valóság valóságosabb volt, már mint hogy az emberek köpködtek, szitkozódtak, pattanások és kelésük volt, bár nem több, mint az angoloknak. Egész jól lettünk. Igaz, hogy megint elrontottam a gyomrom, bár mintha a rosszul lét segített volna, hogy kigyógyuljak a náthámból sokkal nagyobb adag sztéket, salátát és fagylaltot adtak, mint Angliában, de nem várták el, hogy az ember mindent megegyen. Mindenki hagyott valamit a tányérján. Gondolom, a maradékot végül kidobták. Amikor láttam egy bisztró elé kiírva, hogy Jumbo Steak, megkérdeztem Hávártól, hogy Elefánt sztéket adnak-e? Egy járókelő meghalotta, és óriási hahotában tört ki. Körülbelül ez volt az egyetlen eset, amikor valaki szólt hozzánk, ha egyáltalán azt, hogy egy férfi kinevet, úgy lehet tekinteni, hogy megszólított bennünket. A negyedik napon azt mondtam Hávárnak, levelező lapokat kéne küldenünk az otthoniaknak, nem? Vettünk hát néhányat a szállodában, és rápirkáltuk a szokásos dolgokat anyusnak, meg apusnak, Mirtülnek és mákülnak, meg Howard nénikéjének. Aztán redre gondoltam, aki berendezkedett a házunkban, Bradcasterben, és eltöprengtem, hogy vajon írjak-e neki. De arra gondoltam, jobb, ha nem. Hát, ha Howard gyanít valamit. Helyette írtam a lányoknak a Hastings road élelmiszer áruházba, mindegyiknek külön küldtem egy levelező lapot, még azoknak is, akiket nem nagyon szerettem. Hiszen pénzem is, meg szabadidőm is volt bőven. Báru, 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 bídu, Tizenkilencedik fejezet. Mondtam már, hogy egy kicsit megfáztam, aztán úgy látszott elmúlik, mire kiderült, hogy utána meg a gyomrommal lett baj. Szörnyű görcsös fájdalmaim voltak is, nem azután, hogy éppen ettem valamit, hanem amikor moziban ültünk az ötvenkettedik vagy mit tudom, én hányadik utcában. Nem vagyok benne egész biztos, annyi számra kellett emlékezni. Nem úgy, mint a mi drága püspökjeink és történelmi csatáink Bradcasterben. A film valami nagy német tudósról szólt, aki a háború alatt mindenkit felrobbantott. És hely hitlerezett, meg hasonlók. De amikor vége lett a háborúnak, azt mondta, ő tulajdonképpen nem is náci, és valójában csak megjátszotta magát a felesége és gyerekei kedvéért, és nem is igazán akarta felrobbantani a nem nácikat, csak kényszerítették rá. Aztán azt mondta, megtanítja az amerikaiakat, hogyan robbantsák fel az oroszokat, és az amerikaiak azt mondták, oké, és kitüntették. Sajnos el kellett mennem, mielőtt vége lett, ezek miatt a szörnyű görcsös fájdalmak miatt. Howard taxit hívott, és a sofőr megtette nekünk azt a szívességet, bár nagyon kelletlenül, hogy visszavitt bennünket a szállodába. A szállodában már igazán rosszul voltam. Vonaglottam a fájdalomtól, és Howard alig tudott orvost találni. Amikor megjött az orvos, azt mondta, bélgörcs, és biztosan éretlen gyümölcsöt vagy mit ettem. Pedig én nem igen emlékeztem rá, hogy ilyesmit ettem volna. Adott egy receptet Howardnak, aztán Howardnak dollárban kellett neki fizetnie, mert nem volt társadalombiztosítás, mint odahaza. Azért nagyon helyes doki volt, csak úgy ragyogott a kopasz feje, lágy hangon beszélt, és folyton folyvást azt mondogatta, Nana, Nana. Howard elment a patikába, és hozott valami szemcsés fehér gyógyszert, amit vízben oldva kellett bevennem, és amitől aztán feljött a szél, és jobban éreztem magam, bár nem annyira, hogy fel is tudjak kelni. Howard az ágyamon ült, és azon az újfajta amerikai hangján mondta: Szívi, muszáj meggyógyulnod, sok mindent kell csinálnunk, és nincs túl sok időnk. Mire én? Minek mondod azt folyton, hogy nincs sok időnk? Rettentő sok időnk van, nem? Különben is. Nem tudom, mi mindent kéne csinálnunk. Amióta megkaptuk a pénzt, semmit sem csinálunk. A világon semmit. Howard pedig. Az a dolgunk, hogy mindent megkapjunk, ami pénzzel megvehető. Ez a kötelességünk. Meg kell mutatnunk, hogy mindent elérünk, ami csak pénzzel elérhető. Mondta magáét, egész izgatott lett, de én nem értettem, mire akar kiukadni. Azt értettem, hogy megvan a repülőjegyünk vissza Londonba, közvetlenül a születésnapom előtt, bár a magam részéről én akár másnap is boldogan visszamentem volna. Aztán beláttam, hogy igazából nem is tudnánk visszamenni. Legalábbis nem úgy, hogy folytassuk a régi életünket, hiszen redves ott van a nappalinkban. Így hát azt mondtam, úgy lesz, ahogy akarod szívem. Rád bízom magamat. Howard mosolyogva felelte. Ez a helyes beszéd. Így jobban lettem, és megtudtam, hogy miközben betegen feküdtem, Howard kidolgozott valami tervet arra nézve, hogy még többet lássunk Amerikából karácsony előtt, mert az volt az elképzelés, hogy karácsony napjára térjünk vissza New Yorkba. De előbb még nézzük meg, milyen is ennek a nagyon nagy országnak egy-egy másik városa. Szokás szerint mindent Howardra bíztam, és mielőtt még rájöttem volna, mi történik, repülőn ültem, és repültem egyenesen a naplementébe. Aztán megérkeztünk Clevelandbe, majd Detroitba, onnan Chicagóba. Ez utóbbi helyet jól ismertem, mert van róla egy dal. Ezek a városok mind nagy tavak mellett épültek, és nekem felváltva megint hol melegen volt, hol fáztam. Utána szállt Lake city repültünk, ami annak a tónak a partján fekszik, amiről elnevezték. Végül Kaliforniába, Los Angelesbe. Itt sokkal melegebb volt, és egyáltalán nem lehetett észrevenni, hogy december van. Persze meg kellett néznünk Hollywoodot, de ott is csak közönséges embereket láttam, olyanokat, mint maguk vagy én, akik egyáltalán nem is filmsztárok. És a kosztól megint elrontottam a gyomromat. Los Angelesben a legjobban a paradicsomra emlékszem. Életemben nem láttam még akkora paradicsomokat. A paradicsom szeletek a salátában akkorák voltak, mint egy-egy malomkerék. San Franciscóba is elmentünk, ott van a Golden Gate, meg a Bitnikek, az igaziak, és ott egész jól éreztem magamat. Lehetett kínai ételeket enni, pont úgy, mint Angliában, és a szállodában akadtak emberek, akik soha nem jártak még New Yorkban, pedig amerikaiak voltak. No. Közeledett a karácsony, és az volt az elképzelés, hogy addigra visszautazunk New Yorkba. A repülőgépen behunytam a szememet, és igyekeztem eldönteni, milyennek is látom Amerikát, de rájöttem, hogy hiába igyekszem. Az ember bármelyik helyel kapcsolatban csak a kis dolgokra emlékezik. Például, hogy egy fiatal srác újságot árult, és az orrát piszkálta, vagy hogy egy lány átment az utcán. Azt hiszem, ez Detroitban történt, levált a cipősarka, és fél lábon kellett átugrálnia a túloldalra. Aztán egy hollywoodi étteremben, ahová kocsival kellett behajtani, Howard kocsit bérelt arra az időre, amíg ott voltunk, egy férfi leöntötte kávéval a nyakkendőjét, és azt mondta, az Isten szerelmére. Aztán emlékszem egy férfira, akitől egy doboz tampont vettem egy patikában, nagyon rossz fogai voltak ilyet se lehet látni a filmeken. Egyik másik épület nagyon magas és nagyon új volt, de most már Londonban is vannak ilyenek. Arra a gondolatra jutottam, akárhova megy is az ember, egyedül az emberek számítanak, már pedig azok eléggé egyformák. Gondolom az utazás egyetlen valódi célja az, hogy rájöjjünk, milyen egyformák az emberek. Ezt azért mondom el maguknak, hogy ne pazarolják el fölöslegesen a pénzüket utazásra. New Yorkot nagyon szépen kirítjentették karácsonyra, az összes üzleteket kidekorálták, előttük télapók álltak a járdán és csengőket ráztak, és tényleg esett egy kis hó. Már pedig én nem emlékszem rá, hogy Angliában valaha is láttam volna havat karácsonykor. A tévében, amit egyik este a lakosztályunkban néztünk, Howard egész idő alatt, amíg utazgattunk, bérelte a lakosztályt, írtó nagy pazarlás, volt egy nagyon jó műsor Charles Dickens karácsonyi énekéből. Még a színészek is angolos akcentussal beszéltek, és nagyon ügyesen csinálták. Kezdtem magam nagyon furcsán érezni, amiért így távol vagyunk otthonról karácsonykor. De Howard és én külön-külön vettünk ajándékokat, ahogyan Angliában is mindig. És miután Howard adott nekem egy vastag kötek dollárt, vettem neki egy karórát, meg többféle borotválkozó vizet és egy köntöst. Minden gyönyörűen becsomagoltak karácsonyi papírba, átkötötték masnival, és ettől kezdtem úgy érezni, hogy végül mégiscsak jó karácsonyunk lesz, ha ilyen távol vagyunk is otthonról. Az egyik üzletben a Fifth avenue a lány, aki kiszolgált, mintha angol akcentussal beszélt volna, Hát ki is derült, hogy alig egy éve van Amerikában, mert egy amerikaihoz ment feleségül, aki elhagyta egy másik nőért. És bár nem Bradcasterből, eléggé közelről jött, ha a sok ezer mérföld távolságot tekintem, ugyanis birmingham volt. Egész jól elbeszélgettünk, amíg egy nő, akin látszott, hogy az osztályvezető odajött és olyan figyelmeztetően ránézett. Karácsony reggelre nagy hó esett, és zúgtak a harangok, de nem mentünk templomba. Nem is igazán mehettünk volna, mert mind a ketten anglikánok voltunk, és az ember igazán nem várhatja, hogy Amerikában anglikán templom is legyen, igaz? Gondolom a katolikusoknál más a helyzet, Jól elszórakoztunk az ajándékainkkal. Howard mesés ékszereket vett nekem. Fülbevalókat, nyakláncokat és egy valódi gyöngysort. Aztán miután ittunk egy kis úgynevezett martinit, ami tulajdonképpen majdnem tiszta gin, bőgtem egy sort, amiért nem vagyunk otthon, Howard meg igyekezett megvégaztalni. Furcsa módon az volt az érzésem, hogy tulajdonképpen büntetjük magunkat azért, mert olyan sok pénzünk van, és ezt meg is mondtam Hávárnak. Nagyon furcsa dolgot mondott erre. Azt mondta, az élet maga is büntetés, de hála Istennek nem kell többet elviselnünk belőle, mint amennyit akarunk. Este megettük a karácsonyi vacsorát, éppen úgy, mint otthon, aztán tánc volt, meg kabaré, szerpentin és léggömbök, és akkor Először csak ugyan összebarátkoztunk néhány emberrel. Volt ott egy idős házaspár Springfieldből, akárhol is van Springfield, akik látogatóban jártak New Yorkban. Akkor először éppen úgy, mint mi, és muris módon mi többet tudtunk New Yorkról, mint ők. Persze, ha az ember belegondol, rájön, hogy azok a nyugat-indiai négerek, akik Londonban élnek, Jobban ismerik Londont, mint bármelyik angol, aki egész életében mondjuk Bradcasterben élt. Pusztán az, hogy az ember egy bizonyos nemzetiségű, még nem jelenti azt, hogy többet is tud a saját országáról, mint egy külföldi. Azért ez fura. Na mindegy. Szóval ennek az idős házaspárnak, Mr. és Mrs. Murdochnak a férfi az ingatlan szakmában dolgozott, ahogy ő mondta. Köszönhetjük, hogy jobban éreztük magunkat Amerikában, mint addig bármikor, és hamarosan nevettünk, megviccelődtünk néhány fiatallal is. Mindenki becsépett, és én egész sok jóképű fiatalemberrel táncoltam. Később az est folyamán Howard és én rockendróztunk egy kicsit. Hamarosan kézbemutató lett belőle, mert, mint már mondtam, valamikor tényleg jól csináltuk, és az emberek abba a táncot, csak hogy nézhessenek bennünket, és nagyon megtapsoltak, amikor befejeztük. Igazán jól éreztük magunkat. Így hát a karácsony korán sem lett olyan magányos vagy furcsa, ahogy vártam. Aztán összeszedtük magunkat, hogy elutazzunk Amerikából a melegbe, ami havár szerint a nyugat-indiai szigeteken várt bennünket. Ezek a nyugat-indiai szigetek nekem mindig egy kicsit homályosak voltak, és noha nem tudtam egészen biztosan, hogy hol is terülnek el, de megnéztem a térképen, amikor délfelé utaztunk a gépen, is, alaposan meglepődtem, amikor megláttam, hogy hol fekszenek, és hogy hány ilyen sziget van. Például Kuba mindig azt hittem, hogy Kuba Afrikában van. Tudom, hogy ez borzasztó tudatlanságra val, és rémesen szégyelnem kellene magamat, de az iskolában soha nem tanultunk rendesen földrajzot. Hallottam Castro-ról, aki Kubát vezeti, de mindig azt hittem, hogy szakállas fehér ember, aki átvette a hatalmat Afrikának ebben a részében, és ezért van olyan sok baj Afrikában. Biztosan összekevertem Mr. Bobumbával, vagy hogy hívják, aki egyik pillanatban Afrikának azt a másik részét irányítja, a következő pillanatban börtönbe zárják, aztán megint kijön a börtönből, és visszamegy uralkodni, és mindenki folyton csak éjjelzi. Nagyon műveletlen voltam, de csinos, és azért soha nem származott belőle hátrányom. Mondtam is Howardnak a repülőgépen, odahaza beiratkozom az esti iskolába mire Howard már késő, és tudtam, hogy igaza van. Tulajdonképpen elmolasztottam a lehetőséget arra, hogy tanuljak. Bár igazság szerint nem az én hibám volt, ugye? Egy-két napot májamiban ban töltöttünk, ami Floridában, tehát még Amerikában van. És csak ugyan mesés volt az a sok napfény, meg hideg jégtől csilingelő italok. Én meg a különböző isteni bikiniben amint az aranyszínű homokon fekszem, és izmos, kisportolt fiatal emberek csodálnak. Azért Howard is volt olyan jóképű, mint bármelyikük. Ha, bár újra könnyebb volt, és tulajdonképpen semmit nem tett azért, hogy kifejleszze az izmait. Aztán Redre gondoltam, aki egyáltalán nem nézett ki jól levetkőzve. Elpuhult volt, meg de ha eszembe jutott, Mégis megdobant a szívem. Nem attól, hogy milyen, hanem hogy mit csinált. Néha nem okoz nagy örömet, ha az ember nő. Most nem akarom nagyon elhúzni a beszámolót, mert más emberek élvezetéről olvasni tulajdonképpen nem is szórakoztató, és mi igazán semmit sem csináltunk a hátralevő időben, azon kívül, hogy költöttük a pénzt. A Bahamákon előkelő -elő szállodában laktunk. Folyton lustálkodtunk és nagyon lebarnultunk, és az egyetlen emlékem az, ahogyan a jég csilingelt egy rummal készült italban. Elmentünk ki a maikába, meghallgattuk, hogyan éneklik az igazi kalipszót, egyébként a zenekar összes hangszereit régi benzines kannákból készítették. Néha megpillantottam magamat egy kirakat üvegében, amikor vásárolni mentem, és eltöprengtem, hogy ez valóban én vagyok-e klassz napbarnított szőkét láttam, fehér vászonruhában, ruhában, napszemüvegben, akár egy filmben. Ez volt a csak nagyon nehezen tudtam elhinni. Imádtam a napot és a fürdést, még hullám lovagolni is elmentem. Gazdag külsejű és gazdag illatú emberek vettek körül, kíváncsi is lettem, honnan szedték a pénzüket. Mégsem sajnáltam, amikor eljött január 18-a, és ideje volt visszarepülnünk a hideg Angliába, a piszkos terbe, ahol folytatódott ez a történet, amit el akarok mondani. Báló párobado pidu pó, pidu pó, fejezet. Nagyon óvatosan kell elmesélnem a történetnek ezt a részét, mert nem könnyű elmondani, és még most is nagyon összezavarodom, amikor megpróbálok visszaemlékezni. A dátumokra például egészen jól emlékszem, és ezek valahogy azt bizonyítják nekem, hogy ami történt, valóban megtörtént. És ha az ember naplót vezetne, a dátumokkal együtt beleírhatná a naplójába. Január 18-án reggel indultunk el Kingstonból, Jamaikából, és másnap reggel, vagyis inkább az éjszaka közepén érkeztünk Londonba. Holt fáradt voltam, és másnap, már mint huszadikán, egész nap ágyban akartam maradni, de délutánra már egy kicsit kipihentem magamat. Egyébként abban a flancos szállodában laktunk, ahol korábban is Huszadikán indultunk el Londonból, mivel hogy másnap volt a születésnapom, és estére csak ugyan megérkeztünk Bretkászterbe. Nagyon barnán és gazdagon, úgyhogy egy kicsit szégyeltem is magamat. Aztán az állomáson taxiba ültünk, és rám jött a belső remegés, mert tudtam, hogy Red West Glass ott van a házunkban. Persze elképzelhető, hogy amilyen megbízhatatlan, egyszerűen elment, ott hagyva a mosatlan edényt a mosogatóban de azt a munkát akármi legyen is az, el kellett végeznie a Howardnak, és talán Howard még több pénzt ad neki, ha befejezte. Éreztem, hogy valósággal a torkomban ver a szívem, amint a taxi befordult az utcánba is. Ott állt a ház, pont úgy, mint azelőtt, a tévi antenna biztonságban a tetőn, és a kémény még füstölgött is, ami azt jelentette, hogy van valaki otthon, és az a valaki red. Howard szólt a sofőrnek, hogy vigye fel az ajtóhoz a podgyászunkat, aztán fizetett és szép borra valót adott neki. Kinyitotta az ajtót és bementünk. A hall olyan tisztának és rendesnek látszott, hogy én egészen meglepődtem. A nappaliból beszélgetés lármája szűrődött ki, aztán hirtelen kinyílt a konyhajtó, és egy szakállas fiatal ember jött ki. Az illatból ítélve az volt az érzésem, hogy karamellát csinált. Amikor meglátott bennünket, kicsit meglepődött, de aztán azt mondta: Ja, biztosan maguk azok, ami valahogy ostobán hangzott. Aztán berobogott az utcai szobába, nem a nappaliba, hanem az utcai szobába, és láttuk, hogy mások is vannak, bár ez a szakállas fiatalember gyorsan becsukta az ajtót. Mi folyik itt? kérdezte Havard nagyon komolyan, és én követtem a nappaliba. Ott volt Red és a szívem továbbra is gyorsan dobogott, amint megláttam, pedig most csúnyább volt, mint azelőtt. Egyébként az asztal egyik végénél ült és írt. Az asztal másik végében egy másik fiatalember ült egy írógép előtt, és amikor megfordult, hogy ránk nézzen, láttam, hogy nagyon sötét karikák vannak neki a szeme alatt. – Na hát, – mondta Howard, – mi ez itt, kolónia, vagy mi? – ez rá a legjobb kifejezés, mondta Redvers Glass. Felkelt és nagyon vidám képet vágott. Kolónia. Szóval visszajöttek. Hát meg kell mondjam, mind a ketten remekül néznek ki. De fáznak. Üljenek ide a tűz mellé, melegedjenek. Úgy beszélt, mintha az övé, nem pedig a miénk volna a ház. És megint rám jött a vihoghatnék. Kik ezek az emberek? kérdezte Howard. Nem emlékszem rá, hogy bármelyiküket is meghívtam volna a házamba. Hadd hallom, kik ezek? A fiatal ember az írógép mellett nem szólt semmit, csak bámult. De Red válaszolt. Ez itt, Higgins, a vidéki regényíró. És a másik szobában, amelyikből műtermet csináltunk, bátrám a vidéki festő dolgozik, modellel kiegészítve. Mesztelen? Nem tudtam megállni. Igazán remek színben van, és nagyon szép, mondta Red nekem. Látszik, hogy az utazás nagyon jót tett magának. Aztán azt mondta: Igen, mesztelen, és nagyon aranyosan mosolygott, csukott szájjal. Hávárnak azt mondta: Megpróbáltunk olyan vidéki művésztelepet alapítani. Odafönt van a szegény fiatal Crosby, szintén író, aki többnyire rosszul van. Gondoltuk jobb, ha a fürdőszoba közelében van, így aztán tulajdonképpen a fürdőszobában van, szóval értik, ott dolgozik. Tudják, eszéket ír. Nem tudom, mondta Howard. Nem is akarom tudni, és most valamennyien tűnjenek el. De maga megbízott engem, mondta Red. Felemelt egy csomó papírt. Megbízott, hogy írja meg ezt a borongós költeményt. Befejeztem pontosan határidőre, de még nincs legépelve. Lobogtatni kezdte a papírlapokat, és azok zörögtek. Meg kell mondjam, mondta a fiatal ember az írógépnél nagyon közönséges kiejtéssel, írtó nagy segítség volt, hogy ide adta ezt a helyet dolgozni. Nagyon örülök, mondta gúnyosan Hávárt. De most tegyék meg nekem azt a szívességet, hogy eltűnnek. Tudta, hogy ma jövünk vissza, mondta Rednek. Nem értem, miért nincs összecsomagolva a holmia útra készen. Egy pillanat az egész, mondta Red. Egyikünknek sincs sok cucca. Howard lilára vált arccal felén fordult, és azt mondta. Menj és rukt ki azokat az embereket az utcai szobából. Nem az én dolgom, mondtam. Nem én vagyok a családfő. Pucér nőszemélyek az én utcai szobámban, mondta Hávárt. Akkor jöttem rá, hogy valószínűleg szégyelbe menni. Így én mentem be kicsit vihogva magamban, hogy megnézzem, mit tehetek. És az utcai szobában ott ült az a fiatalember a villanykájha előtt, aminek mindkét menete be volt kapcsolva és evett, úgy láttam meleg házi készítésű karamellát, és mellette egy nagyon fekete hajú, rendetlen lány ült, teljesen felöltözve is, az is karamellát evett. A földön egy fiatal ember feküdt a hátán, a karja a feje alatt, cigarettázott, és úgy bámult a mennyezetre, mintha a felhőkbe bámulna. Amikor beléptem, oldalra fordította a fejét, hogy megnézzen, de fekve maradt, és a padlóról jött a hangja is. Maga ki? Itt lakom, mondtam. Ez az én házam. Azonnal menjenek el innen. A sarokban láttam egy olyan álványfélét képpel, gondolom csak félig volt befejezve, bár úgy néztem nem az a fajta, ami nekem tetszik. Modern festmény volt, legalábbis én annak gondoltam. Ja, Istenem! mondta a fiatal szakállas karamellával teli szájjal, és közben az ujjait nyalogatta. Éppen akkor, amikor már szépen berendezkedtünk. Na, mindegy. Felállt a kanapéról, mert azon ült ezzel a lányjal, és ásítani meg nyújtózkodni kezdett. Ami a lányt illeti, ő csak nézett rám olyan áthatóan, mintha töprengene. Nem látszott túlságosan okosnak. Nagy zajt, kiabálást meg dobogást hallottam a nappaliból, így visszamentem. Howard, Red meg a másik ember összerúghatták a port valamin, és Howard ordított. Többé nem kell nekem a külvilág, hát tűnjenek el valamennyien, mielőtt mindenkit megölök. Azzal felemelte ennek a másik embernek, mintha Red azt mondta volna, Higginsnek hívják az írógépét, és megpróbálta kihessegetni őket a szobából, amihez úgy használta az írógépet, amely egyébként hordozható volt, mint valami fegyvert. Aztán tülekedés kezdődött az írógépért, és ez a Higgins nevű azt mondta, az enyém, az enyém, merezd el te szemét! És Red valahogy mind a kettőre ráugrott, és azt mondta, ugyan már, nyugi, semmi szükség erre! Aztán addig taszigálták egymást, amíg az írógép a földre nem esett, és nyilvánvaló, hogy ez nem tett neki jót. A Higgins nevű kiabálni és átkozódni kezdett, aztán térdre esett az írógépe mellett, mintha a kedvenc állatának esett volna baja. Aztán ez a Higgins nevű írtó dühösen felállt, és hatalmas rugást mért a TV képernyőjére, de az valamilyen oknál fogva nem tört össze. De erre már én is bedühödtem, amikor láttam, hogy egy idegen ilyesmit enged meg magának a mi házunkban, és pofonvágtam Higgins-t. Aztán Higgins olyat mondott rám, amit nem lett volna neki szabad, mire Howard ráugrott, leteperte a földre és ütlegelni kezdte. Erre már a szomszéd is bejöttek a többiek, hogy megnézzék, mi történik, de Red oda kiabálta neki, kifelé, kifelé, gyorsan, mire egyszerűen eltűntek. Bár előbb én még nekirontottam annak a kis fekete hajú modellnek, vagy akárkinek, és jól megcibáltam neki a haját. Hatalmasat csikított, de aztán csak elfutott. Howard úgy elintézte ezt a Higgins nevűt, hogy ez hasonfekve nyűszörgött a földön, és Howardot rohadt szarházinak nevezte. Red azt mondta. Ez piszkos disznó dolog volt. Hányok az egész bandától, mondta Howard. Nekem maga csak nem mondja meg, hogy mi a piszkos disznó és mi nem az. Csak annyit akarok maguktól, hogy villámgyorsan takarodjanak innét. Egyébként miközben ezt mondta, mindvégig lihegett. Egyébként nem kell legépelni azt a vacakot. Jó lesz úgy is, ahogy van. Nagyon köszönöm, hogy megcsinálta. Ezt nem úgy mondta, mintha komolyan is gondolná. Gondolom, pénzt is akart tiszteletdé fejében. Azzal Howard egy csomó angol meg amerikai pénzt húzott ki a zsebéből, és az egészet odavágta az asztalra. Ez a Higgins nevű, aki közben felkelt a földről, megbénultan bámulta a pénzt. Azt mondta, Eltörted az írógépemet, te szemét! Mire Howard? Jó, vegyen magának újat! És letett még egy csomó öt fontos bankjegyet az asztalra. Csak annyit kérek, hogy tűnjenek el! Hagyjanak magunkra a feleségemmel! Jaj, Howard! Mondtam, amikor láttam, hogy ezek ketten felmarkolják a pénzt. Redre néztem. Red meg rám, megértően és együttérzően aztán olyan pillantást vetett rám, mintha figyelmeztetni akarna, és ezt egyáltalán nem értettem. Azt mondta, helyes, csak felmegyek, és összecsomagolom a néhány holmimat. Higgins is velem jön. Felmegyek, mondtam, megnézem, hogy odafönt minden rendben van-e. Gondolom, az ágyakat át kell húzni. Nem kell, mondta Higgins olyan gúnyost formán. Áthúzhatja az ágyakat, ha már elmentünk engem, ne figyeljen senki, amíg pakolok, hogy nem lopok el valamit. Te hülye, mondta Red, és kis hiány belerugott Higginsbe. Felmentem utánuk, és csak ugyan elég nagy rendetlenséget találtam. Rednek csak annyi ideje volt, hogy odasúgja, gyere velem most rögtön. El kell tűnnöd. Egy cseppet sem bízom ebben az emberben. Őrült ez az ember, őrült. Ki? Howard? Ugyan, ostobaság. Aztán Howard feljött a fürdőszobába, és a fürdőszobában újabb veszekedés kezdődött, mert ott volt ez a másik ember, Crosby. Mesztelenül ült a forró vízben, és a kádon keresztbe vetett deszkafélén írt. Bedugtam a fejemet az ajtón, és ennyit láttam. Ebből megint lett egy kis baj, de Végül Howard mindenkit kirúgott közbenre, továbbra is megpróbált figyelmeztetni a maga furcsa módján, de én nem értettem. A házban volt egy kis rendetlenség, de semmi nem mutatott arra, hogy vadbulikat tartottak volna, vagy ilyesmi. Csak annyi, hogy a házra ráfért egy alapos takarítás, meg hogy a lepedők mocskosak voltak. Azt mondtam Howardnak, holnap alaposan kitakarítok. Holnap lesz a születésnapod mondta Howard. A születésnapodon nem dolgozhatsz. Ami azt illeti, soha többé nem dolgozhatsz. Már majdnem elfelejtettem, mondtam, amikor áthúztam az ágyunkat, amelyikben úgy látszott hárman aludtak. Mit kapok tőled a születésnapomra? Nem gondoltam komolyan, mert nem is akartam semmit. De Howard azt mondta, a világ legszebb ajándékát. Majd meglátod, és olyan szerelmesen mosolygott. Báló páró badu pidu pó, báló páró badu pidu pó, báló